Tiszteletem, hölgyek, urak! Újra jelentkezünk, és azonnal indítunk. Mai főzésünk hát egy olasz étel lesz, amellyel hát megpróbáljuk öregbíteni az olasz konyha hírnevét. Már is ugye a rigatoni tésztával kezdjük. Tettem oda vizet, és ezt megkőzzük. Ez az első lépés. Kevés sót már raktam bele, és hát 10-15 perc, kicsit erősítünk, és készre főzzük al dente. Oké? Ez az első lépés. Egy viszonylag nagy vöröshagymának ugye a felét összevágom, kicsi, nagyon apróra, és ezt fogom díszterni. Nem muszáj nagyon apróra, de azért, hogy legyen jól összevágva. És ez így bőségesen megfelel. Gyerekek, borotva éles a kés megint. Nem szeretném újra levágni a kezem. Úgyhogy most már vigyáznom kell. Múltkor nagyon, nagyon mélyen elvágtam. Jó, ez így megfelel. Mindegy, hogy vágod, az eredmény ugyanaz. Aztán két gereszt, két ilyen jópofa gereszt fokhagymát is. Ugye lereszelek, vagy préselek, mindegy. Jó. És összedarabolunk csankira, tehát ilyen kocka, kis kocka, kocka cukor méretre, gyerekek, kicsit tompa vagyok, nemrég keltem, nem kell kapkodjak, szerencsére van időm, tehát nyers paradicsom, hopp. Ez a paradicsom, ez fontos, annak ellenére, hogy ugye lesz majd szósz, mert ilyen darabosra szeretném majd csinálni ugye a szószt. Jó. Hagyma az elég, vörös hagyma, fokhagyma, paradicsom. Oké. Itt van a lereszelt parmezsán. Illetve, no. Parmezsán, itt a parmezsán. És reszeltem le mozzarellát. Ezt félre is veszem ide. Mozzarellát, és van ugye ez a nagyon apróra leőrölt, reszelt parmezsán romano. Aztán van itt egy traditional, hagyományos tésztaszószom. Ez tulajdonképpen nincs nagyon fűszerezve, viszont itt van, ezt fogom használni. A paradicsom és bazsalikom, tehát nem kell már bazsalikomot használjak külön, de lesz benne még, kell azért valamennyi, és egyéb fűszerek, és hát itt azt mondja, hogy ők olívaolajjal készítették. Jó, tehát maradunk ennél a változatnál. Aztán van itt nekem olasz fűszerkeverék, ebben van minden, thyme-tól kezdve, ami az olaszok ugye a pizzákra mindenre használnak, ugyanannak az amerikai változata, ami hát a Evergreen Seasoning, ami tulajdonképpen megegyezik, annyi a különbség, hogy ez sós. Fekete bors, a sót ide raktam, nem kell, nem biztos, hogy használok semmihez. Mivel hogy a sajtok is sósak, ugye, sőt nagyon sós, úgyhogy vigyázni. És már ezek sem sortlanok. Tehát tulajdonképpen nem hiszem, hogy fogok beletenni. Jó, tehát ezek a előkészületek, és akkor mutatom a húst. A húsnál van két választásod, mégpedig az, hogy egyszerűen kettévágod két darabba, vagy pedig azt csinálod, hogy kinyitod, mint lepkét. Hát én inkább ragaszkodnék, hogy két darabba legyen, ugye, és nagyon egyszerű dolgunk van, letesszük.
lehet így is mindegy, mondjuk ez a simábbik fele, így javasolják, csináljuk úgy, végülis mindegy. És megkeresed a felét, hát körülbelül így, itt van, nem kell félni, tenyereddel leszorítod és használj hosszú kést, és legyen nagyon éles. És itt tudod figyelni, ahogy haladsz, és tudod irányítani ugye a kést, hogy följebb vagy lejjebb menjél, és kész, megtörtént. Ugye kinyitod, és tökéletes. Ugye van a lepke formátum, amikor ugye azt csinálod, hogy innen vágsz, bejössz, és hát körülbelül eddig jössz el a késsel innen, és kinyitod. Akkor ilyen nagy darab lesz. Jó, és akkor most vágjuk el így. Tehát itt is megfelezzük. Rátötted, és simán, ugye, mivel hogy éles a késed, tudod követni, könnyen vágod, és meg is történt. Jó? Tehát itt vagyunk. Ezt félretesszük. Egy új nylonzacskó, és ugye a vastagabb részeket ugye kicsit összetörjük a rostokat. Nem kell nagyot ütni, mert akkor szétmegy, és ilyen lepény lesz belőle. Viszont egy valamennyire ugye ki kell, hogy kloppoljuk. Négy szeletet fogok csak készíteni. Nagyon jó. Oké. Innen is egy kicsit megütögetem, de itt már itt ezt nem muszáj, ez akkor szétesik. De csak ezt a részt itt. Ugye annak ellenére, hogy sósak a sajtok, azért valamennyi só kell a húsra is, de nagyon keveset. Pink szaltot használok. Minimálisan. Jó, ennyi bőven elég. És egy kevés fokhagyma granulátumot. Jó. Ennyi volt a fűszerezése a húsnak. Most egy kicsit ide félreteszem, hagyom kicsit itt pihenni, nem muszáj berakni a hűtőbe. Én pirítottam le kenyeret, illetve hát ilyen bagett, és jó kemény. Hát nem is tudom minek törődött, majd eltöri, ez igaz. Jó, kétszerre levisszük, jó hangos lesz, mondom. Oda vissza. Igen, megtörtént. Gyönyörű. Közben a tésztánk is elkészült. Kiszedjük, öblítem, hűtöm. Nagyon jó. Hú. Tehát normál kenyérmorzsa. És ugye pankó, mindegy. Az nincs. Na most itt van nekem ez az előre befűszerezett olasz
ugye kenyérmorzsa keverék, amiben már van, hát ugye az oregano, basil, thyme, szóval mit tudom én, és abban is biztos vagyok, hogy sós. Nézzük csak. Igen, tehát vigyázni kell. Enyhén a sós csak. Tehát itt sót nem teszünk tojásba se, viszont ide egy kis őrölt parmezsán, ugye még egy pici, viszont kell ugye ennél az ételnél, és ezt ugye összekeverjük. Na most itt lehet még olyat csinálni, hogy kicsit megborsozod, tehetsz bele egy kevés borsot, de nem muszáj. Jó, és akkor ez itt megvan, itt a liszt, és hát ugye felverünk három tojcit. Ha nem elég, akkor majd még teszünk hozzá. Hát, maga mit keres itt, mondja. Nem tágít. Szóval, hús, liszt, jól bevonjuk, én meg is szoktam nyomkodni, most szárítjuk. Igen, tojci, na most itt nem muszáj belenyúlni, használj ilyen csipeszt vagy villát, bármit, nem muszáj össze messzolni a kezedet. Ilyenkor ugye jó, le kell csurgatni, a lényege. Majd, ups, hát nem így, hanem így. És bevonjuk ezzel a gyönyörű keverékkel. Hát gyerekek, ezt lehet fokozni a keverékkel, ezt a lehet beletenni bazsalikomót, még, vagy zöldségzöldjét összeaprítani. Szóval ez rajtad áll, hogy mit csinálsz. A lényeg, hogy jó íze legyen, igaz? De hát én igyekszem most követni az olasz szakácsomnak a receptjét, amennyire lehet. Akármilyen furcsa, olasz kajákat készít, többnyire, de úgy hívják, hogy Jean-Pierre. Ha esetleg rákerestek, akkor nagyon jó, elmagyaráz mindent. Hát egy kis angol nyelvtudás szükséges, ugyanis amely csatornákról én lopom el a egy-két magyar csatorna kivételével, az tulajdonképpen vagy német, vagy angol feliratozás. Ugye itt beleértve a mongol, kínai és minden egyéb más jellegű. Hát nekem is már ezt felrólták, hogy miért nem csinálok angol nyelvű videókat. Hát miért nem? Meg tudnám csinálni. Ott van ez a recipes, ugye? Na most ott például nem is beszél a szakács, hanem kiírják angolul. Mindent kiírnak. Tehát nem is kell, hogy megszólaljon. Hát ott nincs duma, és általában olyan 15 perces videók. Szóval ott tényleg csak a kajára koncentrál, semmi másra. Nincs olyan, hogy szabad nap, meg furkálás, meg egyéb más, semmi. Nem is tudod, hogy ki az. Ott van egy ilyen kis fénykép, olyan picibe, de hát nem is tudom, hogy ki az végül is. Hogy ki az, aki a
csatorna tulajdonosa, sok esetben. Csak van. Van egy csatorna, ez kész, de jó, sok nézőjük van. Van bőven nézőjük. Azt hiszem, a három tojás így elég is. Jó. Igen, mindig is érdekelt az olasz konyha, de nem tudtam elkészíteni. Ugye is. Na, most már egy... Némi közöm van hozzá, nem sok, de van. Mit, hogyan, és mit lehet csinálni, mit nem. Ugye észreveszitek, hogy én, mikor nem magyar ételt csinálok, nem használok piros paprikát. Ugye, mert ez egy ilyen magyar dolog. Tulajdonképpen magyar, mexikói, indiaiak használnak egy kicsit, de ők jobban a curryt, a paprika helyett. Szinte... Na, van amiben, még van olyan kínai kaja is, amiben raknak egy kicsit, kis piros, rendes piros paprikát, mint mi magyarok. Van kínai, de csak halványon. Szóval nem úgy, mint mi, hogy evőkanál számra. A többi. Itt. Fél öt, gyerekek. Olívaolaj. Már is. Fokhagyma és a vöröshagymát beletesszük. Elkezdjük a vízterést. A másik tűzön pedig a kanola olajat melegítek fel a hús kisütéséhez. Egyed meg a kis pofádat neked. Azt tegyem meg. Anyád jön nem soká, aztán kapsz te is kaját. Jó nagyot aludtál, ugye? Megint. Jó. Így is vacakja. Na. Kezet mosunk. Folytatjuk a főzést. És nem lehet kutyázni. Főzés, kutyázni együtt, ezre nyalogatja. Szigorú kézmosás. No. Elkezdődött a pörkösödés. Nagyon szépen. Hoppá, pillanat. Először ezt. Majdnem elrontottam. Igen. Jó, kevés sóljon, kevés. Sziszalt. És fekete bors. Egy keveset. Alright. Holnap már szabadnapos vagyok, és hát szintén majd ilyen zöldséges valami lesz. Még pontosan nem határoztam el, hogy mit fogok készíteni, de gondolom a fiam számára majd egy ilyen tepsis, ez szintén ilyen olasz valami, ami a milánói makaron ide tepsibe. Meglátom. Gondoltam már valami főzelékre is. Jó, ez így jó lesz. Visszaveszünk a hőt a olajnál. Vissza. Jó, igen. A szívó. És már is rakjuk bele a húst. Oké.
kezdjük a sütést. Oké. Tehát kicsit összerogyasztottam a nyers paradicsomot. Ez pedig fog kapni egy gyenge öblítést. Eléggé híg. Ez azt jelenti, hogy akkor egy kicsit tovább fogjuk majd. Hát egy olyan 10 percet minimum főzzük. Mindjárt kész vagyunk. Még egy nagyon kicsit hagyom párologni, de viszont folyamatosan muszáj keverjem, mert csapkod. Tulajdonképpen kész vagyok. Yes. Be is kapcsolom, úgyis kész mindjárt. Látjátok? Csapkod. Most. Tésztára teszünk, külön. Még egy betés, ez egy jó is. Felől vissza. Alright. Még egy picit. Még érzem, hogy kell. Megvárjuk a jévit, és majd akkor tálalok. Ezt így akarom, hogy ilyen forró legyen. Lehet, hogy majd be is kell tegyem a mikróba egy fél perce-verce. Újra átforrósítsam. Hát kérem 5 óra. Három darabra teszek csak szószt. A Sophie bejön. Ő így biztos, hogy nem fogja megenni. Ezzel a szósszal. Hogy egyet elteszünk neki. Jaj, valaki a múltkor beírta, hogy hát fémkanállal ezt ne kaparjuk. Hát gyerekek, én nézd oda. Éppen, hogy csak hozzáérintem. Tényleg nem. De erről is le fogok szokni teljesen. Már most el is kezdjük a leszoktatást. Hát fával. Jó, most az a lényeg, hogy szépen így elterítettük rajta. A sütő el van indítva, kérem. A nyálam az ömlik. És ezt a darált őrölt parmezsánt fogjuk meghinteni a húst vele. Jó elmondtam mi. Tehát parmezsánnal hintjük le az egészet. És körülbelül 2-3 perc, nem több, annyi, hogy éppen, hogy ugye a sajt megolvadjon, fogjuk csak, ugye fölülről kapja a hőt, jó? Ez csak pár perc. Jó, sütési időnk letelt. Egy kis mozzarella. Oké. Szerintem jól néz ki. Igen. Sütőbe volt. Jó, itt az idő a tálaláshoz, kérem. Wow.
Nagyon jó néz ki, ugye gyerekek? Ti is úgy gondoljátok, az illat az rendkívül jó. Látjátok, erről beszéltem, erről a darabos paradicsomról. Oké. Jó, egy adagot meghagyunk a fiamnak. Innen is. És kérem. Megpróbáljuk ezt szépen kivenni. Remélem sikerül. Alright. Jó. Egy kis vágott hagyma. Friss petrezselyem, zöldjém az sajnos nincs. Parsli, de azért teszünk szárítva. Jó, és akkor így a legvégén még kicsit megdekoráljuk. Jó. Egy kis sajttal, gyerekek. Plusz parmezsán. És kérem, készen vagyunk. Chicken parmesina, tehát a parmezsános csirkemell, amelyet azonnal megyünk és kóstoljuk, illetve elfogyasszuk. Remélem tetszik a dolog, ahogy elkészítettem. Igyekeztem betartani az előírást, tehát a hagyományoknak megfelelően elkészíteni. Ó, majdnem kimaradt. Még egy kis dekor. Dekoranyag. Egy kis töltött olíva. Így a tetejére. Na, és akkor most vagyok készen. Hát, mint mindig, Koko az első. Az ő parmazsináját fogyassza. Mit ígyünk mellé? Valamit? Mit hozzak? Na, jó étvágyat, fiatal asszony. Ló étvágyat. Melyikkel kezdjem? Melyikkel? Hátsüt? Nincs elfűszerezve. Tulajdonképpen az a fűszer van, ami van, az a előírás szerint, ami volt a szószban is, az olaszos. Finom. És a tészta sincs elfűszerezve semmivel. Megfelel? Finom. Akkor jó. Jó van, gyerekek, köszönöm, hogy végignéztetek a videót. Na jó, gyerekek, hát a birthday party nem lett mutatva, Katának a 35. születésnapja nem lett mutatva. Ma van a születésnapja, mert gyakorlatilag. Jobban mondom, ma, igen. De hát ami felköszöntés nem lett mutatva, mert nem kész. Maradunk tisztelettel, legközelebbi találkozásig, Jani bácsiék Floridában. Bye-bye.